Egy izgalmas és azt gondolom, hogy együttműködésekkel teli felkészülő tornán vehetett részt a Kecskeméti Mercedes-Benz gyár kosárlabda akadémia lánycsapata, közösen egyébként a Soproni Akadémia csapatával. Hogy mi történt Franciaországban, miért kellett együttműködnie a két csapatnak, és egyáltalán az utánpótlás terén milyen hírekről tudunk beszámolni. Halmai Gábor vezetőedzőt kérdezem, aki elfogadta a stúdióban meghívásunkat, és akivel hát elég régóta ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni fogunk. Szia, üdvözöllek! Ha azt mondom, hogy lány után pótlás, akkor, akkor ezzel nagyon sokat lehetett hallani már tavaly is arról, hogy bizony az akadémia nagyon komoly szakmai munkát végez, és ennek meg is lett az eredménye. Ennek köszönhető az, hogy mondjuk a Sopron azt mondta, hogy na akkor Franciaországba gyerünk együtt? Alapvetően egyik oka az igen, ez volt. Másik oka nyilván a jó kapcsolatnak, a nemzetközi kapcsolatok terén is utat nyithat egy kicsikét nekünk is, és ezzel a fiatalok, a gyerekek beláthatnak a világban, nyilván nem csak ugye szó szerint világot látva, mint turista, hanem mint sportoló az ottani sportba, az ottani mentalitásba, az ottani felfogásba izgalmas ez egy fiatalnak, ad nekik egy lendületet, tehát most, hogy már hazaértetek, látod a, a, fiatalokon, hogy na most ez azért pöccentett egy picit a az, Én, azt gondolom, hogy igen, 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 igen. Azért, azért találkozni mindig, tehát egy távolra utazni, külföldre menni, az mindig egy plusz löket, én azt gondolom. Találkozni egy magasabb kosabda kultúrával, mert azért a francia kosabda kultúra az úgy gondolom, hogy elég magas férfi női vonalon és hát nyilván nem mindegy, hogy hány millió emberből szedik össze azokat a gyerekeket, meg honnan szelektálják, ugye ezek ilyen tartományi válogatótokkal játszottunk, és hát ott azért találkoztunk érdekes érdekes <laughs> dolgokkal. Mindjárt kiderül, hogy mennyire álltuk meg a helyünket, előtt azért tényleg akkor egy picit beszéljünk erről a francia tornáról, hova sikerült ellátogatni a, a, a csapatnak. Párizsban volt ez a torna, Párizs egyik külvárosában. E én is ott szembesültem vele, amikor volt egy kis edzői meeting, hogy azt tényleg mennyire nagy volumenű tornának tervezték. először szervezte egyébként a szövetség, de 10, 28 csapat volt összesen. Tehát ebből 12 darab lánycsapat volt, és ugye 16 darab fiú csapat ment, és ezt lényegben három nap alatt öt, illetve 6 helyszínen darálták le a meccseket. Nyilván az idő szűkössége miatt a szabályokban kicsi módosítás volt, tehát 2-10 perc normál játékidő volt. Ellenben olyan intenzíven pörgés volt, hogy azt gondoljuk, hogy ebben a három napban a többet kellett volna, akkor nem is baj, hogyha pont, pont ennyi elég is volt a, a terhelés a gyerekeknek, és tényleg egy nagyon intenzív nagyon, nagyon pörgős torna volt. Hogy bírtam hogy a magyar csapat? Én azt gondolom, hogy kifejezetten pozitív meglepetés volt nekem is a két Ugye azt tudni kell, hogy öt lányzót vittünk innen Kecskeméti Akadémiáról, öt lány jött a Soproni Akadémiáról. Én mentem innen edzőként, egy Soproni edző jött, illetve egy fizioterapeuta jött velünk, hogy nyilván meglegyen a teljes stáb, illetve a háttér alapvetően. És ahhoz képest, hogy lényegében a repülőtéren találkoztak először a gyerekek, már az első meccsen is kifejezetten jó játékot produkáltak. Nyilván a későbbi döntős csapat, francia csapat azért ott az elején még elég meglepetés volt a közel 190 cent és 13 éves gyerekek között. Azért mi ehhez nem vagyunk hozzászokva ilyen szinten, de egy kifejezetten szép játékot nyújtottak, és lényegében meccsről meccsre nagyon szépen összeállt ez a, az a tíz gyerek, és azt gondolom, hogy ugye az első, már a második meccs egy hajszálom volt, és az utolsó három meccsünket pedig mindent megnyertük. Ezt, ez lesz volna az egyik kérdés, ugye, hogy azért, amikor öt gyerek összekerül egy kosárlabdú csapatba, nem ismerik egymást, ott azért el kell dönteni nagyon sok mindent. Többek között, hát azért szerintem, akik a kosárat ismerik, tudják, hogy itt azért pozíciók vannak. És gondolom, hogy ez valahol fejben is megjelenik. De akkor ezt tudták kezelni a gyerekek? Alapvetően igen. Ez ugye úgy történt, hogy becsekolás után a hajnalban a egy Reptéren leültünk a kollégák, és gyorsan leszakmáztuk a sztorit, hogy mégis miben nyúljunk bele. És úgy döntött, hát akkor azért kellett egy kis háttér segítség. És, 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 hát, mert ugye én az én gyerekeimet ismertem, mm -hmm. ők a sajátjaikat, és az nem baj, hogyha nem az edzőket ismertem a kollégákat régebb, hogyha gyorsan megbeszéltük, és az úgy döntöttük, hogy húzunk egy merészet, és nem fogjuk külön-külön játszatni a két csapatot, hanem az első pillanatok kezdve lényegében összemixeljük őket, úgy, ahogy mi gondoljuk a a gyerekeknek a posztjait, esetleg a, a szintjét, hogy a milyen tudásszinten vannak, nyilván meglátjuk majd az ellenfeleket is, és az első, az első perctől kezdve egyébként már azt mondom, már a szálláson is megmixeltük őket, mert mindenki csak a másik csapatból találhatott magának szobatársat, és már így kezdtük a csapatépítési építési is és, és az örömmel mondom, hogy tök jól sikerült. Rengetegszer mondjuk el, hogy Kecskeméten jó szakmai munka zajlik. Ezt egyébként részben ez a kis történet is alátámasztja, azt gondolom. Hasonló a soproni mentalitás, a soproni oktatás, egy kicsit tekintsünk már ki egy másik városra is, vagy, vagy helyezzük kontextusba magunkat, hiszen azért úgy hallom, hogy ott is a kollega ismerte a csapatot, ismerte a lányokat, de akkor ez gondolom, hogy kell ugyanazok a módszerek? Alapvetően az alapmódszerek nyilván ugye a kiskoroszt vagy a fiatal korosztályról beszélünk, tehát U12, U13, tehát nálunk azért még voltak u 12 ből is két, két az ötbe. És hát ebben a korosztályban még nem nagyon szoktak belemenni sehol abba, hogy ilyen speciális irányba eltereljék a játékot, csak ha csak nem tényleg azt mondom, hogy a 190 cent és a kislány még ilyen időben, akkor valószínű, hogy be lehet lőni, hogy hol lesz, majd a felnőtt korára, a többieknél még azért nem szabad elszaladni, alap dolgokat kell lehetőleg a legjobb minőségbe megtanítani. Nyilván itt az alap technikai dolgokról beszélek, illetve az alap taktikai dolgokról, ami tényleg arról szól, hogy egy, egy kollektív tudjanak játszani, ne pedig lehajtott hangjának a pályán a labdával a kezükbe, és ne lássanak más magukból. Azt gondolom, hogy itt is nagyon próbálunk emenni ebbe, a, ebbe az irányba, legalábbis én személy szerint abszolút ezt az irányt támogatom, hogy minél gyorsabban, minél korábban kollektív kosárlabdát játszanak a gyerekek, és tanuljanak meg azokat a hiányosságokat, ami a magyar kosárlabdában benne van, tehát a paszkészség és az minél előbb próbáljuk kiprovokálni tőlük, hogy muszáj legyen. És Sopronban is ezt láttam, hogy alapvető elvek az nagyon hasonlóak voltak, és ezért is tudtak szerintem a gyerekek viszonylag gyorsan összeállni és úgy játszani, ahogy kell. És tehát sokszor azt mondom, hogy hónapok munkája kell ahhoz, hogy mondjuk úgy játszani egy csapat, mint az a kétszerű gyerek összedolva tudott játszani egyes szituációkban, kifejezetten látványos dolgokat Akkor nem ki. véletlen, hogy ez a hírjárja, hogy a Kecskeméti Akadémia és a Soproni Akadémia között egy együttműködés van formálódóban. Hát abszolút nem, igen, ez... Tehát ez, akkor nem véletlen, de miről szól egy ilyen együttműködés? Miben nyilván e, Hát alapvetően mi részünkről, illetve most ez ilyen pillanatban ez, a, ez a, a, szakmai részre, ugye a Soproni Akadémia annyival jár ugye nyilván előttünk, hogy van ö, felnőtt szinten egy nagyon komoly klub fölötte, ami nyilván megkiköveteli azt a fajta minőségi, ö, plusz minőségi munkát, amivel már ugye építik a, a játékosokat, a profi szintre építik, és hogy nyilván olyan minőségi játékosokat is kell nekik ö, találniuk saját maguktól, vagy esetleg lássuk ugye, hogy tőlünk, akikben megvan az a potenciál, hogy egy olyan emelt munkával, akár tényleg az, hogy teljesen a kosárlabdának élve, az iskolai szintet, tehát mellérakva az iskolát, és úgy megtámogatva őket, profi sportolókat neveljenek belőlük, illetve kihozzák a maximumot belőlük mindenféleképpen. Nálunk ugye az a fölső szint, ez kecskeméten nincs meg, ilyen szint, olyan magas szinten, mint ott. Ezért nagyon jó az a közeg, hogyha esetleg a mi lányaink megtetszenek nekik, és egy nagyon komoly felmérésen átesnek egyébként a gyerekek, mert meghívják őket, vagy akit mi oda menedzselünk, vagy azt mondjuk, hogy kíváncsiak vagyunk eset csak rá, hogy esetleg rá, hogy nekik olyan gépparkjuk van, vagy olyan tudás hátterük van, tudományos hátterük van pluszban még, ami nekünk is segít, akkor elmegy most is ment 6-8 lány, elmegy, ők felmérik, meg, és egy olyan nagyon szép visszajelzést kapunk róluk, ami megtámogatja a mi munkánkat. Ez nem jelenti azt, hogy elmennek a gyerekek, ez nekünk egy segítség, és a szakmában rengeteget tud hozzátenni. Nyilván a másik oldalról meg azért most, ugye most már tavaly is elvittek, ugye, tehát elvittek két lányzót, ért, bocsánat, hármat, előtte is mert már, tehát jelen pillanatban négy kecskeméti lánykos eladázik Sopronba, azokból a két tavaly elvitt lányok már elég magas szinten, és ugye a szofi hogy már pályára lépettem be egy sőt, kosarat is szerzett. Hát ezek nem hangoznak rosszul, és hát gondolom, hogy akkor a közös munkának hasonló eredményei lehetnek. Még a mostani nemzedékből van, aki, aki kimagasló lehet, tehát hogy ezt folyamatosan tudja prezentálni, akár a, a Kecskeméti Kosárlabda Akadémia, hogy, hogy, még újabb, még újabb gyerekek kerüljenek ki? Ez nagyon nehéz kérdés, mert nagyon sok minden befolyásolja egy-egy korosztályt, vagy ilyen mini, mini, minibe egy generációt, de én inkább egy korosztályt mondok, vagy egy évjáratot tényleg, hogy abban éppen milyen gyerkőcök kerülnek bele, onnan milyen tehetséges gyerek kerül ki, ez nagyba befolyásolja. A mostani végzőseink korosztályba, sajnos most gyűrőzött be a covidos időszak alapvetően, tehát ez létszámban is látszik elsősorban többek között. De de van most is olyan gyerek, aki, aki felkeltette az érdeklődését több, ö, több klubnak is, úgyhogy. Ö, Azért láttam, hogy ezt boldogan mondod. Igen, ez, ez jó Ez nagyon nagy, nagyon nagy uh, szerintem visszajelzés, Nenken nagyon jó visszajelzés, hogy uh, amit próbálunk itt uh, kialakítani szakmai munkát, annak, uh, annak uh, jó, jó híre van alapvetően és hát hogyha mondjuk éppen nem a csapatszintű eredményekben mutatkozik meg, mert nyilván most az előző években az összeállt egy olyan generáció, rengeteg munkával teszem hozzá, amiből tényleg nagyon szép eredmények születtek, és hát ugye érmek meg minden országos szinten, meg válogatott szinten is, Ö, akkor is, ha ez éppen csapatszinten nem, ugye nem az eredmény a lényeg, de egyénileg, ami nekünk a fontos, hogy mi játékosokat neveljünk, és tudjunk adni a magyar kosárlabdának, ez a szint, ez azért évre évre kisebb nagyobb létszámban azért remélhetően meg is lesz, és meg is van. Gábor, hajrá kecskemét, ez egy gyönyörű végszó volt, és legyen így, ehhez sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen.